Üdvözlöm Önöket, Kollár István vagyok, aki az Alzheimer című filmet készítette. Szegeden vagyunk, a Szegedi Egyetem egyik laborjában. Azon apropóból, hogy egy pár hete megjelent egy cikk, illetve cikk sorozat arról, hogy balhé készülődik az Alzheimer kutatások környékén. Aztán pár napja már az jelent meg, hogy balhé van az Alzheimer kutatások kapcsán, mert hogy van egy csoport, akinek az volt az érdeke, hogy valamit mismásoljon, és olyan alapokra helyezte a kutatást, ami hát a cikk szerint akár 10-15-20 évvel is arrébb tolhatja talán azt a reményt, amiben mindannyian reménykedünk, hogy egyszer megoldás lesz, ugyanis a kutatásokat olyan dologra alapozták, ami nem igaz. Ezt mondja a cikk, de nem ennyire fekete és fehér a dolog, és nekem van egy titkos vagy nem titkos tanácsadóm, ez a film készítésekor is helytálló volt, és azóta is nagyon sokszor beszélünk telefonon, úgyhogy az összes információmat mindig Datki Zsoltól veszem. Szia! Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadsz minket itt a laborban. Mennyire nagy a baj? Tehát mennyire igaz a cikk, hogy most ekkora baj? Első körben csak azért, hogy a kisebb félreértések elkerülése véget. Tehát ez a nyugati világból származó információk voltak, és a nyugati világban is dőlt meg ezeknek a korábban misztikusnak tartott eredményeknek a hitelessége. Tehát nem minket érint ez, azonban tény és való, hogy a 2000-es évek vége fele Szegeden is foglalkoztunk ezzel a bizonyos témával, amelyet később mindjárt kifejtünk esetlegesen egy kicsit érthetően a nézők számára is. Tehát foglalkoztunk a témával, és mi nagy szerencsénkre hallgattunk a józan eszünkre, és abba hagytuk. Tehát nem tudtuk reprodukálni az eredményeket, magyarul nem tudtuk megismételni, nem azt kaptuk, amelyet a cikkek közöltek nyugat-európai és amerikai forrásokból, és egyszerűen ilyenkor a kutató kezdi mérlegelni, vagy a saját határait, anyagi képességi, stb., vagy pedig egyszerűen diszkréten egy visszalép egyet, hát mi visszaléptünk diszkréten egyet, és nem folytattuk. Hát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy megvolt akkor a mi vizsgálatainknak megvolt a racionális oka, hogy az eredmények azt mutatták, hogy ezt nem tudjuk reprodukálni. És akkor ennek következtében nem foglalkoztunk tovább azzal a vonallal. Ez micsoda? Tehát, hogy mert ott már a cégben volt egy nagyon furcsa nevű vegyület. Igen. Ez hova tartozik? Vagy mi ez? Hát a téma egyszerűségét, ugye az Alzheimer kornak a kialakulásáért számtalan tényező szerepet játszik, de azok a specifikus molekulák, amelyeket kifejezetten az Alzheimernek tulajdonítanak, például a beta-amiloid nevű többek között egy ilyen peptidből összeállt agregátum, egy ilyen csomós szerkezetű molekula, ezek gyakorlatilag a sejteket, idegsejtek hálózatát képesek bántani, elpusztítani, leépíteni, ebből is jön ugye a demencia és a neurodegeneratív szó. És akkor a adott általad is megemlített cikk a nyugati világból azt boncolgatta, hogy konkrétan van ennek egy olyan speciális verziója, amely, és se előtte, se utána, hanem amely kizárólag felelős ezért az Alzheimer-kor kialakításáért. Ezzel nem is lenne a nagy probléma, mert hát vannak olyan kutatók, akik ilyen előre megálmodott álomvilágban élnek esetleg, mint minden szakmában, és akkor akár jó indulattal, akár nem jó indulattal képesek úgy kutatni, meg úgy alakítani az eredményeket, hogy hát hogy afele tendáljon az irány. Ez hol vezet félre? Egy pillanat, csak ugye még ott vagyunk, hogy mi ez a molekula. És akkor ők megnevezték ezt a molekulát, mint egy kulcsmolekulát, mint a mindennek az okozóját, alfa és omega,
Ezt úgy hívták, hogy beta-amiloid egy számmal jelölték, és csillag, és mindenféle ilyen vonzó markereket kapott ez az anyag. A probléma az, hogy kiderült, hogy nem ez okozza az Alzheimer-kort, hanem ez az anyag nem létezik úgy, ahogy leközölték. És ez már teljesen mást jelent, mert itt egy tényező fekete-fehér létét alakították a fehérről feketére. Nem pedig egy koncepció, egy elmélet, mert azok ugye lehetnek tévesek, sok tényezőből állhatnak, de itt, és azáltal, hogy a kulcsot úgymond behamisították a tudományos közéletbe, elindítottak egy lavinát vele. Tehát annyira logikusnak, annyira vonzónak tűnt, hogy na jó, hát akkor ezt megtámadjuk, ezt megismerjük, innentől kezdve megoldjuk az Alzheimer-kort, stb., hogy a probléma inkább csak az, hogy dollármilliárdokat, embereket, karriereket, stb. Az elmúlt 10-15 évben építettek erre föl, nem csak azok, akik velük kapcsolatban voltak sajnos, hanem akik hittek nekük. De, és így ez a nagy vétek, amit elkövettek. De ha ti is rájöttetek, hogy elég korán azt mondod, hogy nektek nem igazolódott be ugyanaz, hát másnak sem igazolódott be nyilván, mert hogyha ez... Ebben igazod van, csak azt is mondtam, hogy a kutatók ilyenkor, legalábbis aki szembenéz a valósággal, az nem csak a tudományos tényekre, hanem a saját képességeinek a határait is figyelembe veszi. Mi nem tudtuk, hogy mi nem vagyunk képesek rá, a technikai körülményeink nem képesek rá, az anyagiakkal beszerezhető úgymond anyagok, tehát festékek, bármilyen vegyszerek, stb. Nem megfelelőek ehhez. Nem tudtuk megállapítani. Mi megpróbáltuk a magunk körülményei között, és pontosabban én csak a csapatnak voltam a része, és ha sikerült volna, teszteltem volna biológusként, de a kémikusok nem tudtak átjutni azon a ponton, hogy ezt pontosan úgy előállítsák, ahogy a cikkben le volt írva. És már az akkori mentorom, most név nélkül, de minden tiszteletem iránta, már akkor mondta, hogy ez egy közbecsülésnek örvendő személy, szakmai téren is, meg minden, és már mondta, hogy ez, ő, aki az a szent meggyőződése, hogy ez így nem igaz. És ez 8-10 évvel ezelőtt. Akkor bátor volt, most meg már igaz mondom. Igen. Szóval, hogy ez így zajlik, és van ennek egy sokkal nagyobb árnyéka, ha úgy nézzük, a tudományos világ szempontjából. Hogy ugye, ha alapvetően nézzük, kétféle szempontból lehet valamit kutatni, vagy eldönteni, hogy mit akarok kutatni. Az egyik, hogy ismerem az irodalmat, ismerem a szakmát, fölmegyek az internetre, adott célhonlapokra, és akkor megnézem, hogy mik a trendek. Akik mellékvágányra jutottak ezzel a hamisított felfedezéssel kapcsolatosan, ők ezt így csinálták. Hát akkor, hogyha ez a trendi, akkor ebbe írunk egy pályázatot, ez nyerni fog, ez ugye ezt nem mondhatják, hogy nem napra ki, és stb. De ilyenkor mindig megszületik egy prekoncepció. Mindig megszületik az, hogy mikor a pályázatot megírja az ember, hogy ő mit akar, hát pontosabban meg is követelik többek között globálisan nézve, nem csak, tehát nem, ez nem lokális jelenség, hogy mit akarsz te felfedezni? Hát mire kéred a pénzt? Na de ez egy ellentmondás a kutatásban, tehát nem lehet megmondani, hogy mit akarok felfedezni, miközben kutatni akarok. Egy irányvonalat lehet, egy tendenciát lehet, de 4 évre előre nem tudom megmondani, vagy 2 évre előre pontosan, hogy most milyen vegyszerek kellenek, minden stb. Tételesen, tehát még azt sem, hogy hány ember kell hozzá. Na ez a prekoncepcionális kutatás, amit a mai pályázati rendszerek többsége,
amelyek nem pragmatikusak elsősorban, hanem csak idealisztikusak, azok ebbe hajszolják bele a kutatókat. Ennek ellenére sincs magyarázat vagy megbocsájtás arra, hogyha valaki természetesen hamisítja az adatokat. Ez az olyan, mint a Kolumbusz úgy indult volna neki, hogy most felfedezem Amerikát. Pontosan. Hát ez egy kicsit olyan. Oké, az én nézőimet az érdekli elsősorban szerintem, hogy ez most tényleg eltolja a megoldás idejét, ez a hamisítás, vagy ahogy mondod, hogy emellett azért tehát titeket kevésbé befolyásolt ez a dolog. Igen. Tehát lassított most bármit a világban, az a pillanat, vagy ez már ennél bonyolultabb? Kedves barátom, hogy eddig el tudtam mondani egy általánosítást, amit szerintem bármelyik kollégá elfogadna. Innentől azért már megkérdezem, hogy van egy személyes véleményem, mert innentől nem biztos, hogy mindenki egyetértene velem. Is. Tehát tény és való, hogy nagyon elvitte az Alzheimer kutatást. Már csak azért is, mert aki nem állt be ebbe az irányvonalba, annak ugye kisebb potenciállal volt lehetősége mondjuk pénzt nyerni pályázatokon, mert úgy az ott a válasz, hogy nem a trendet folytatja. Itt a tudományban is vannak ilyen divat hullámok. Ezek ilyen 5-10 évet, már egyre rövidebb, de még olyan 5-10 év között szoktak egy ilyen időszakot kitölteni ezek a trend divatok. És ez is egy ilyen volt. És az Alzheimer-korban ez nagyon dominált. Tehát aki nem állt be a sorba, az sem tudott egyről a kettőre jutni úgy nagy léptékben legalábbis, ezért időt, pénzt, embert, stb. De humán erőforrásokat, mert nem felelt meg ennek a hamis proféciának, ha így is mondhatnám. Aztán az volt a furcsa, hogy ha ugyanúgy, mint mi, mások is valószínűsíthetően próbálták reprodukálni, vagy legalábbis valamilyen formában ezt csatlakozni ehhez az elképzeléshez, és szerintem senki nem merte ezt még az első pár évben a közlés után, az adott közlés után nyilvánosságra hozni, mert az egy szakmai öngyilkosság lett volna. És akkor ugye aztán elérte a valószínűleg ez a hullám azt a mennyiséget, amikor már kénytelen volt az adott újság maga is vizsgálat alá vetni a hozzá akkor bejött eredményeket. Ugye fotodigitális szempontból fejlettebbek vagyunk, mint 10 évvel ezelőtt, és bizony megtalálták azokat a pixel és a többi digitális hamisítások nyomait, amelyet elkövettek, elkövetett állítólag egy személy a csapatból ott, és alátámasztotta ezt az ígéretesnek tűnő hipotézist, vagy legalábbis az álhipotézist. A kutató világ, ha szabad így fogalmaznom, az úgy működik, ugye, hogy valamit felfedeztek, valamire rájöttök, és akkor megvan annak az adott fóruma, ahol ezt közlitek a világgal. Igen. Bizonyítottan. Igen. Elég komoly szűrőkön megy keresztül, több nemzetközi bíráló van, tehát én nem ismerem azt, aki mondjuk az én leendő publikációmat vagy publikálásra szánt anyagomat megnézi, a világban bárhol lehet, Indonéziától elkezdve Chiléig. Természetesen akiket így fölkérnek, azok már akkreditált szakemberek, minket is kértek föl már ilyesmire. És ez ingyen csinálja a kutató, ha fölkérik, de hát ez egyfajta presztízs is, attól függ, hogy milyen újság kéri föl, ott is vannak rangok. Magyarul egyszerűsítve, igen, tehát hogy nem úgy történik a publikálás, mint mondjuk egy mai mondjuk internetes médián, vagy tehát, hogy tényleg átnézi egy-két ember, de hogy könnyen átmegy, hanem nagyon szigorú. Pont ez a probléma vele, hogy itt egy ilyen szűrőn is át tudott menni egy ilyen. Nem is erre akartam kitérni. Tehát, hogy van egy publikáció, rájössz te például valamire, és onnantól kezdve azt nyilván igaznak lehet vélni, akkor emiatt, és azt mondja egy chilei kutató, most csak mondok egy országot,
hogy arra neki már nem kell rájönnie, azt ő már veheti készpénznek, és onnantól folytathatja igen. a munkát. A variációk összes verziója megvan, tehát amikor anyagról beszélünk, az anyag neki is kell a kezében, mondjuk egy molekula. Jó, de igen, az elméletek. Tehát egymásra épülő munkákról van szó, igen. Ez a mai naptól ez megváltozik? Tehát te olvasol egy ilyen publikációt, amire mondjuk alapoznál egy komolyabb munkát, és megkérdőjelezed innentől? Mert hogy most nem, történt egy nem. ilyen. Tehát azért, aki a kutatást megérhetésszerűen csinálja, az azt jelenti, hogy nagyon bele kell mélyedjen, mert különben egyszerűen nem a világ legfizetettebb szakmája, tehát hogyha itt valaki meg akar élni, akkor bele kell ássa magát. Tény és való, hogy aki jól beleássa magát, és mondjuk már rutinosabb, gyakorlatilag jó szándékot, rossz szándékot félretéve, már nem részünk olyan, nem azon cikk közlője részéről, akiket most én azt mondom, hogy hiszek neki, vagy nem, ki tudjuk szűrni azért azt, hogy na jó, hát ez vagy egy kicsit még kezdő, vagy hát ez nem teljesen így van, csak nem hangzott volna jól, de az, tehát a kutatók többsége azért azt vallom, hogy biztos, hogy aki a kutatói pályán marad, ilyen életvitel mellett, időben, pénzben, megbecsülésben, bármi, biztos, hogy a zöme az nem csal. Tehát a többség az nem csal. Tehát ezt nem is, ezt nagyon... Szóval biztos, hogy jót nem tett a társadalomnak, már kutatói társadalomnak, de én szerintem ez nagyon kellett már. Tehát nagyon kellett egy konkrét olyan eset, ami felrázza a világot. És nem azért, hogy a kutatók megjavuljanak, mert biztos, hogy nagyon elvétve akar így direktet csalni egy kutató, hanem azért, hogy ne ábrándozzon egy kutató. Tehát, hogyha dolgozott egy fél évet, és sajnos nem jött ki az, amit megcélzott, akkor ezt fogadja el, és lépjen túl. Ne erőltessenek bele se a kutató, se a kutatók fölötti szervek és irányítók, ne próbáljanak bele erőltetni eredményt. És ez talán ezen segít egy kicsit, és akkor maguk az eredmények is nagyobb arányban lesznek hitelesek. Nem mi, hanem nagy ilyen tudományos publikációkat áttekintő szerverek néztek meg tudományos publikációkat, és sajnos azt hozták ki, hogy 10-ből közel fele nem reprodukálható. De ez nem azt jelenti, hogy 10 kutatóból 5 kutató csalni akar. Egyszerűen azt jelenti, hogy nem mindenki nagyon szigorú önmagához, vagy a kutatáshoz. És jó szándékúan, de mondjuk átcsúszik egy fél igazság a rostán. Szóval borzasztóan színes a skála a lehetőségeket tekintve, de nem hiszem, hogy ez meglepett volna különösebben egy rutinos kutatót. Azt nekem büszkén mondtad, hogy jó pár publikációd volt már, és mindegyik megállja a helyét. Legalábbis eddig még nem kellett visszavonnom okay. egyet sem. Ez valószínűleg így marad már, én ezt azért gondolom. Beszélhetsz arról, hogy most esetleg milyen olyan pozitívum van, vagy kutatási eredmény, vagy fejlődés, amire esetleg rájöttetek és a jövőben segíthet a betegeknek? Abból a szempontból nagyon szívesen beszélek, hogy kicsit összekössük ezzel a felvetett problémakörrel, hogy én azt az egyet eldöntöttem például, és akkor én csak persze a magam nevében, vagy a kis csapat nevében beszélek, hogy mi azt az elvet valljuk, hogy ha szavakba akarom önteni, hogy kövesd a jelenséget. Tehát mérünk, kutatunk, kísérletezünk, és ha megtalálunk egy olyan eredményt, amely valamit mutat, meg kell nézzük, hogy az hami, értem, hogy úgynevezett artefaktum, tehát hogy selejt termék, vagy valódi jelenség. Ha valódi jelenség, akkor azt föl kell tárni. Kutatni, feltárni, és minden részletét megismerni. Ott már az önállításnak a kisebb lehetősége lép föl, mert a felfedezett dolog a kiinduló pont, nem pedig a célpont.
Na, tehát azt akartam csak ezt mondani, hogy és jelenleg egy ilyen kutatást végzünk már körülbelül 4 éve. Nagyon köszönöm az egyetemünknek is, mert gyakorlatilag ezt a lehetőséget biztosítja. És ez egy úgy szintén egy molekula felfedezés, ami egy egész molekula családnak a felfedezése, és úgy néz ki, hogy legalább 3-4 olyan irányvonalban is tudjuk alkalmazni ezt a molekula családot, annak egyes elemeit, amely teljesen, tehát a víztisztítástól az alcemmel kort kiváltó béta-amiloid semlegesítéséig, természetesen nem az agyban egyelőre, hanem itt a Petri csészében, ez a molekula képes erre, és ez annak köszönhető, hogy azok a kis lények, azok a kis rotifelek, akik ezt termelik, azoknak semmi másuk nincs a világon, mint az egyszeri szerzetesnek a botja, csak ez az egy anyaguk, amit úgy Isten igazából termelnek, és ez ragasztóként, antibakteriális hatású anyagként, stb. Tehát szóval egy multifunkcionális molekula, és az a nagy szerencse ért minket, semmilyen különösebb tudás nélkül, mondjam, hogy vakszerencse alapján, hogy ezt mi megtaláltuk, és elsőként a világban a létezését ennek a molekula családnak leírtuk. Louis Pasteur mondta, hogy mindig azzal vádolták, hogy mindenhez persze szerencséje van. Igen, csak azt mondta Louis Pasteur, hogy igen, csak azt valakinek észre kell venni. Tehát, mert sok ember mellett elment, ő meg észrevette. Na, ezt mi is észrevettük, nem mentünk el mellette, hanem meg, mint egy jelenséget vettük észre, és megkapaszkodtunk benne. És innentől kezdve nekünk annyira kényelmes dolgunk van, mert a felfedezés már megvan. Nekünk a dolgunk csupán azt kibontogatni, és adott esetben célzottan oda tenni, ahova ez a bizonyos biopolimer molekula megállja a helyét. És mi ezt az elvet követjük, és így például nem fordulhat elő, vagy nagyon minimálisan fordulhat elő egyfajta prekoncepcionális tévedés. Ez úgy működik, ha csak az Alzheimer részét nézzük, hogy ti felfedeztek egy molekulát, felfedeztek egy folyamatot, és akkor ha az bizonyított, és azt mondjátok, hogy ez akár jó lehet az Alzheimer-kor. Hát most nevezzük úgy, hogy gyógyítására, mert ez a folyamat? Utána ti átadjátok egy gyógyszer kutatónak, és ő fejlesz, vagy tehát hogy segít ez Mari nénin most, nem tudom. Ha nézd, ez úgy szokott történni, hogyha minden jól megy. Ugye ezeknek a gyógyszerfejlesztéseknek van egy klinika előtti szakasz, meg egy klinikumban zajló tesztelése. Ennek az egész folyamatnak az átlagos életideje, mondjam úgy, tehát mikor már gyakorlatilag felírható gyógyszeré válhat, az 15 év, de ez plusz-minusz 5. Most a Covid alatt ugye ez lehetett rövidebb is adott esetben, de lehet akár 20 év is, tehát nagyon hosszú időről beszélünk. Kettő, az úgy zajlik, hogy mi ezt a molekulát azért akarjuk megismerni minél jobban, hogy nem magát a molekulát fogjuk gyógyszerként esetleg tovább protezsálni, hogy gyerekek, mondjuk gyógyszergyártó cégek, vagy magánbefektetők, hogy ti ebből most gyártsatok gyógyszert, hanem az információt próbáljuk kiaknázni, és az információ alapján lenne majd egy esetleges gyógyszermolekula tervezve. De azt már nem csináljuk meg. Tehát elviszük egy szakaszig, az összes információt továbbadjuk, most, hogy és ez, indul a 20 ez jogilag, ez, vagy a gazdaságilag ez hogy zajlik, ez meg egy másik kérdés, mert azért vannak kötelezettségeink, például a munkáltatónk fele, és akkor onnantól kezdve átveszi valaki más, ott is két irány van, ha őszintén akarunk lenni, vagy bekerül a fiókba, és ne zavarja a jelenlegit, ezt be kell vallani, vagy pedig ténylegesen viszik tovább, és addig a pontig, amíg ígéretes, és ígéretes, és ígéretes. Úgyhogy ezek így zajlanak. Ezekből a rotiferekből gyógyszer maguk direktben nem lesz. De minimum 20 év innentől még. De ha ezt a folyamat végigmegy, és nem akad el sehol,
akkor is legalább 15, a minimum 15 év. Igen. Most hallottam, csicsergik a madarak, hogy Amerikából érkezik egy olyan gyógyszer, ami már gyógyszer, ami lebontja ezeket a amiloid fehérjéket. Nem tudom, hogy erről te hallottál-e, vagy nem hallottál? Hát az antitestes kezelésre gondolsz? Gondoltam, hogy vissza fogsz kérdezni. Azért kérdezek vissza, mert úgy képzeljétek el, hogy, és a kedves nézők is, hogyha ezt belegondolnak, hogy évente világviszonylatban tízezres számban vannak a gyógyszerjelöltek. Ebből évente több száz már akár klinikumban is tesztelve van. És ennek ellenére az Egyesült Államokban összesen van forgalomban 6-7 gyógyszer, nálunk is nem kell picit kevesebb, olyan 4-5 erre a célra szánt konkrétan gyógyszer. Ez még mindig tüneti kezelés, tehát oki kezelés nincsen, se az Egyesült Államokban, se nálunk. Az azt jelenti, hogy próbálják nyújtani azt az állapotot, ami még mondjuk mentálisan életvitelhez elegendő, normális életvitelhez, de csak a tüneteket próbálják, vagy stimulálnak, vagy tompítanak, de nem az idegsejteket fogják megvédeni, vagy akár regenerálni. A Parkinson-korban már más a helyzet, ott már van célzott oki kezelés, ősejtes, stb. De az Alzheimer-korban ez olyan kiterjedtségű az agyon belül, hogy ezt nem lehet megcsinálni, még nem tudják megcsinálni. Magyarul nem tudom, hogy melyik gyógyszerre gondolsz az Egyesült Államokból, az biztos, hogy sajnos jelen pillanatban olyan áttörés, amellyel azt mondhatnánk, hogy az Alzheimer-es egyénnek az állapota mentálisan fennmarad mindaddig, amíg esetlegesen egy másik betegség nem végzetes, vagy éppenséggel végegyengülésben, öregségben hal meg, olyan nincs. Tehát ez egyelőre ez olyan, mint a gumidefekt esetén a púrhab, tehát hogy sajnos nem tudjuk a valós problémát megoldani. Legalábbis nem tudom, melyikre gondolsz, de biztos, hogy nem ez a kategória, ami végleges megoldást jelentene. Valami pozitívummal zárjuk a beszélgetést, ne így hagyjuk abba. Mondj valami reménykeltő dolgot. A pozitívum az, hogy tehát nem volt olyan betegség az elmúlt mondjuk pár száz évben, amit ismertek az emberek, hogy ne tudtunk volna a végére járni. Tehát nézzük meg mondjuk a HIV fertőzést, az AIDS betegségét. Meg azt mondták 90-es években, hogy ez megoldhatatlan. Megoldották. Tehát gyakorlatilag abban már nagyon kevesen halnak bele, például, hanem kiélik az életüket teljesen mellette. Ott voltak, hogy nézzük a Covidot. Azt sem tudtuk az elején, hogy mi történik, és egy akkora kapacitást fordítottak rá, hogy végül is valamilyen úton, módon sikerült normalizálni. Én az Alzheimer-korral is így vagyok, hogy szerintem ez normalizálható lesz. Két kulcs eleme van neki. Az, hogy a fejlett képalkotó monitorozás vezessék be rutinszerűen, úgy, mint például a tüdőszűrést a röntgenen. Jó, a röntgen sem 100 évvel ezelőtt azt is csak kiváltságosok, vagy gazdagok, vagy éppen kutatók érték el. Ma egy nagy felbontású képalkotót, persze kevés van, stb., de ha elérjük azt a szintet, hogy ezt legalább két évente, vagy három évente az ember el tud járni egy ilyen monitorozásra, ideje korán észreveszik, hogy hoppá, baj van. Az MRI? Önmagában az MRI, hát van vagy az MRI, vagy például PET-CT, de ugye ezek most kombinálódnak. Tehát a technológiai fejlődésben azért nem mondok egész konkrétot, mert 5 év múlva már a MRI is teljesen más szinten lesz. De a lényeg, hogy egy jó képalkotó, ami jó képet ad az agyról, és akár a működéséről is, nem csak a strukturális felépítéséről.
És hogyha ezt mondjuk 3 évente eljárhatnánk egy ilyenre, de ez nem csak az Alzheimer-kor ellen lenne jó, hát a bármilyen daganat, anyagcsere zavar akár, hogyha jön a vizsgálat. Tehát hogyha lehetnének ilyen szűréseket bevezetni rutinszerűen képalkotókkal, akkor rengeteg, többek között az Alzheimer-kor is idejekorán felismerve szignifikánsan kitolható lenne a romlás mértéke időben. És ez az egyik, ezen az egyik legpragmatikusabb, leggyakorlatiasabb lehetőség az Alzheimer-kor elleni küzdelemben. És akkor jöhetnének már ezek a bizonyos tünetkezelő vagy tompító, serkentő gyógyszerek, mert onnantól kezdve, ha az elején megtörténik ez, akkor igenis lassítják a folyamatot. És ez az egyszerű dolog, de ugye megoldhatná ezt a problémát, legalábbis egy bizonyos szintig. De bízunk benne, hogy ez azért fejlődő civilizációban élünk, tehát technológiailag csak elérhető lesz egy idő után. Már most sem lehetetlen. Egy kérdés még. Az elején mindig azt mondtad, hogy a nyugati kutatás, mi a keleti vagyunk? Vagy ez... Mert annyira mondtad, hogy ők a nyugati. A pontosítás volt, igen, mert véletlenül sem szerettem volna azt a tévhitet kelteni, hogy esetleg ez az egész történet valahol a közelünkben zajlott. Ja, értem. Tehát a távoli De nyugat. Ez egyértelműen, ez a csapat, aki ezt úgymond elkövette, most, hogy hányan tudtak róla, hányan azt mondjuk jogilag kitisztázzák, ez ugye tőlünk nyugatabbra esik, többek között egészen konkrétan Nyugat-Európa legnyugatibb része és az amerikai kontinens. De csak ebből az egy szempontból volt a nyugat úgymond megemlítve. Nem, tehát ma már nincs helyhez kötve egy kutatás. Még csak városon belül sem. Tehát nem kell nekem mindenféle műszerem meglegyen, hogyha kitalálok valamit. Nagyon jó kooperációink vannak, tényleg te megnézed ezt, én megnézem azt, én adom ezt, de ez Ausztrália, Európa, Japán, Európa, akár köztünk is zajlik. Tehát ez már nagyon rugalmas ez a része, úgyhogy ilyen szempontból nincsenek nyugat-kelet viszonyok már. Tehát az életem legnagyobb cikke az egy ausztrál partnerrel történt, aki megbízott a magyar kutatókba. Tehát ez csak nekem azt mutatja, hogy már Magyarország nem egy kelet, vagy közép-kelet, vagy bármi, hanem, vagy keleti, bocsánat, hanem itt azon múlik, hogy milyen hitele van az illetőnek, az országnak, a tudományos csapatnak, és akkor a határok végtelenek. Úgyhogy... És ha ez nálunk történt volna, vagy közelünkben, vagy bárhol, nem rázta volna meg így a világot. Most ez kellett. Tehát végre ki kellett mondani, sajnos, hogy ezen a téren, mert jobb lett volna, ha ez igaz lett volna, de nagyon kellett ahhoz, hogy észbe kapjunk. Hát, hogy azt is lássuk, hogy igen, ezt nem lehet elkövetni. De hát a társadalomban is nagyon kevés ember az a többséghez képest, aki ugye elkövet nem kíván dolgokat, vagy nem legális dolgokat. A kutatók sem megtorpadni nem fognak ezen, sem pedig a presztízsük szerintem nem szabad csökkenjen. Azért bizonyítottak elég sokszor. Saját magam meg a nézők érdekében nagyon sok sikert kívánok nektek a jövőben. Köszönöm szépen. És jó eredményeket, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Én is köszönöm. Rendben van.